A holokauszt talán az egyetemes történelem azon témája, amiről nem lehet mellébeszélés nélkül tárgyalni, hiszen minden egyes kijelentésnek, állításnak súlya van. Ez az egy szó hogy nem azonos azzal az idegen kifejezéssel, amit úgy is nevezünk genocídium, másik nevén népírtás. Ebben a videóban igyekeztem a legkézzel foghatóbb tényeket összegyűjteni a témával kapcsolatban, amik nem annyira közismertek. a holokauszt jelentése görög eredetű, szó szerint azt jelenti, hogy teljesen elégetett, vagy égő áldozat. Zsidó terminusza a soá. Általánosan a náci Németország által végrehajtott népírtást értjük alatta, aminek az áldozatai főleg zsidók voltak. Körülbelül 6 millió európai zsidó esett ennek áldozatául. Ebbe beletartozott az, hogy halára dolgoztatták, kivégezték őket, vagy gázkamrában tömegesen elgázosították őket. A haláltáborokban 3 millió ember vesztette életét. A közhiedelemmel ellentétben az áldozatok nem csak zsidók voltak. Kerültek ide politikai elítéltek, homoszexuálisok, fogyatékosok, romák, jehovatanui, szabadkőművesek. A náci Németország 1939-től fogva tudatosan tervezte a német árja fajnál alantasabbnak vélt rasszokba, ideológiai csoportokba, vallási felkezetekbe tartozó emberek, bármilyen fogyatékossággal rendelkező személyek szisztematikus, intézményesített népírtását. Az ok egyszerű volt. Kelet-Európa esetében népességfeleslekként definiálták ezeket az embereket. Csak a szovjet hadifoglyok fele éhezésben halt meg 1942-ig. Ez volt az a fordulópont, mikor felértékelődtek annyira, hogy munkára foghatóak lettek. Horti Miklós 1944-ben sztójai dömét bízta meg a magyarországi zsidó kérdés rendezésével, ebben pedig mint kormányzó szabad kezet adott. Emiatt viszont a kormányzót Horti elmondása szerint nem értesítették az országban történtekről. Miután eljutott hozzá a hír a deportálásokról és a gettósításról, Sztójaitól azonnal kérte Endre László fajvédőpolitikus és Baki László berügyi államtitkár felmentését. Horti a Sztójainak szánt leiratában a következőket jegyezte meg. Mindenek előtt világos, hogy ami ezen a vonalon német intézkedés, vagy ami német kívánságra tett kormány volt, azt nem állhatott módonban megakadályozni, így a tekintetben passzivitásra voltam kényszerítve, bár így kép a tett intézkedésekről nem csak előzetesen nem szereztem tudomást, hanem utólag sincs mindenről tájékoztatásom. Mégis az utóbbi időben olyan értesüléseket kaptam, hogy ezen a vonalon számos vonatkozásban több történt nálunk, mint maguknál a németeknél, részint pedig olyan brutális, sőt olykor embertelen módon, ahogyan maguknál a németeknél sem történtek intézkedések. A második világháború alatt több ember a saját életét kockáztatta bújtatott üldözötteket. Arról már kevesebben beszélnek, hogy Horti Miklós fiának, Horti Istvánnak a kiskormányzónak a felesége, Róf Edelsheim Gyulai Ilona és baráti köre szintén bújtatott. A közhiedelemmel ellentétben a magyarországi holokauszt áldozatok pontos számáról nincsen adatunk. A 600 ezer nem egy pontos adat, Viszont mivel hiába van egy adatunk a háború előtti és utáni lakossági adatokról, a két adat két különböző ország területre vonatkozik. Jelenlegi tudomásunk szerint vannak 1944-es feljegyzések deportált zsidókról, viszont ez a lista sem teljes, ráadásul előfordulhatott, hogy valaki túlélte a dolgot, amihez nagy szerencse kellett. A kétes adatok miatt nagyon óvatosan bánva a számokkal a történészek 450.500 és 600.000 fő közé teszik a halálos áldozatok számát. A német részről egy megbízott csapat, az SS Einsatzgruppe volt megbízva kifejezetten azzal, hogy zsidókat öljenek. Nem kíméltek sem időst, sem fiatalt, se nőket, se gyerekeket. A második világháború elején a náci vezetés tárgyalt arról, hogy azért, hogy megszabaduljanak elsősorban a németországi zsidóktól, azokat mind Madagaszkár szigetére telepítsék ki. Nyilván nem egy népszerű ötlet volt, azonban 1940 őszéig talomban volt ám Nagy-Britannia legyőzése esélytelenné vált Hitlerék számára, erejüket átcsoportosították a Szovjetunió elleni hadjáratba, így 1942-ben a Vanzei konferencián megállapodtak arról, hogy a zsidóságot keletre deportálják az úgynevezett megszállt szovjet területekre. Ha már gázkamrák működtek, működtek gázteherautók, amiknek elég komoly nyilvántartása volt az SS-berkein belül az einsatzgruppe járművei voltak, aminek a kipufogó csövét a zárt rakolótérbe vezették, így az oda bezárt személyek pillanatok alatt elhunytak. 1941-ben próbálták ki először szovjet hadifoglyokon. A keleti fronton a lakosság körében is ismert volt, gyakran halálkocsinak nevezték. Fred Leichter öngyelölt kutató volt az a személy, aki a holokauszt tagadók támogatásával állapította meg azt, hogy a haláltáborokban használt gázkamrák falain a mérges gáz elegyét képező hidrocianid maradvány nem maradt meg. A holokauszt erre alapozva tagadják ennek a cselekedetnek a létezését. A valóság azonban szörnyűbb. Hidrocianid azért nincs ma már a kamrák falán, mert mindössze néhány év alatt elpárolgott, 1988-ban egy holokausztagadó perben be is bizonyították, hogy minden bizonyíték, amit Lajter felmutatott, hamis. A hidrocianid szabad levegőn, vagy széllel, vagy esővel érintkezve képes lebomlani néhány éven belül. Akiket a legkevésbé sem érdekelte a holokausz ténye, az az amerikai zsidóság volt. Egy 1957-es felmérés szerint egyáltalán nem is foglalkoztatta őket a dolog, Izrael kérdésével jobban el voltak foglalva. Finkelstein volt az, aki megállapította, hogy a hivatalos médiák is csupán a náci krémtetteként emlegették ezt a népírtást, és ebben magyarázták a zsidók sokkos elutasítását arról, hogy emlékezzenek erre. Az 1950-es évekre az amerikai zsidó elit beleásta magát az amerikai bel- és külpolitikába. Asszimilálódva mindent támogattak, amit az amerikai vezetés akart így mikor elérkezett az idő, hogy az USA támogassa Nyugat-Németországot, szövetségeseként utassa maga mellett a Szovjetunió elleni jelképes szuperhatalmi versengésben, az amerikai zsidók hirtelen szemet hunytak a múlt felett, mintha a holokauszt meg se történt volna. Üzleti érdekeket láttak abban, hogy az aligi nácitlanított Nyugat-Németországot fel tudják fegyverezni és újraépítsék az országot komoly pénzeket fektettek abba, hogy az amerikai zsidóság körében elfolytsák a német ellenességet. Képesek voltak szemet hunyni az Amerikába bevándorló SS veteránok felett is. Az amerikai zsidó elit a kommunista ellenességét azzal akarta utána igazolni, hogy jobboldali szervezetekhez csatlakoztak. 1956-ban a szovjet csapatok Magyarországra történő bevonulását is úgy értékelték, mint a szovjet Auschwitz előkészítését. Az 1960-as évektől miután az USA szövetségeseként volt betudható Izrael, az amerikai cionista zsidók a balliberális zsidóságot támadta azzal, hogy nem mernek beszélni a holokausztról. Izrael és az arab államok közti feszült viszony és háborús helyzet arra sarkalta az amerikai zsidó elitet, hogy foglalkozzon a holokausztal mégpedig úgy, hogy ráhúzták az egészet Izrael helyzetére. Azt mondták, hogy ha erősödik a feszültség Izrael esetében, az egy második holokausztot idézhet elő. 1973-at követően az arab-izraeli háborúk egyik vereségét élték meg az amerikai zsidók. Miután rájöttek, hogy nem tudnak hatást gyakorolni Izrael fennmaradását illetően, hazai vizekre evezve a holokauszti kiépítésén dolgoztak, mint utólag kiderült, már 1967 óta. Az eset azért megdöbbentő, mert konkrét levezetése volt az emlékezés politikának, illetve az áldozat szerep kiépítésének, és annak, hogy azt egy teljesen átlagos és elfogadott képé alakítsák. Azt teljesen nélkülözték, hogy voltak homoszexuálisok, romák, feketék vagy más vallási felekezetűek, akik meghaltak-e tragédia során. Az amerikai zsidó elit politikája nem tekintette őket holokauszt áldozatoknak. Az áldozat szerep és a holokauszt azért vált rendi körükben, mert az amerikai zsidóság körében senki nem volt áldozat, még közvetetten sem. Ez alapozta meg az úgynevezett holokausztipar kiépítését, ami elsősorban az Amerikai Egyesült Államok területén kiépített, holokauszt emlékházak, múzeumok, események, rendezvények, emlékceremóniák összességét jelenti, amik mind-mind bevételi forrást képeznek. A holokauszt tagadás egy olyan cselekedet, ami valótlan történelmi megállapításokra, általában önjelölt történészek kijelentésére alapozva a holokauszt, mint múltban történt esemény létezésének tagadását jelenti. Ha valaki nyilvánosan ilyet tesz, bűncselekményt követel, ami börtönt vonhat maga után. Holokausz revíziónak nevezik azt, amikor a holokausztal kapcsolatos tényeket újraértelmezni kívánják, vagy megkérdőjeleznek bizonyos adatokat, esetleg elbagatelizálnak súlyos információkat. Gyakran egybefonódik a holokauszt tagadással. A tagadók sokszor nevezik magukat szándékosan revízionistáknak, hogy elkerüljék kijelentéseik következményeit.